Ezt az elektromos csuklós buszt tesztelik augusztus 2-től 11-ig a pécsi közösségi közlekedésben. A kettes vonalon közlekedik ez a jármű. A teszt alatt ingyen utazhatnak rajta az utasok. A csuklós buszt szeretnénk mindenképpen, hiszen szóló járműveink már a fejlődés útjára kerültek, és 18 darabot már megvásároltunk, illetve a Pécs városa rendelkezésre bocsátott ilyen buszokat, viszont az életkorukat tekintve a jelenlegi csuklós állománynak azt mutatja, hogy most a csuklósokon a hangsúly. Ez a tesztbuszt tulajdonképpen jelentős energiával, kapacitással rendelkezik, több mint 510 kWh-s akupakkal rendelkezik. A gyártó szerint ez azt eredményezheti, hogy akár 420 km-es hatótávval bír. Naponta maximum 300 kilométert tesz meg egy-egy autóbusz Pécsen a munkája során. Így ez az elektromos csuklós jármű el tudja látni a feladatát a baranyai városban. A csuklós buszok életkora 20 év a városi flottában, ezért eljött az ideje a cseréjüknek. Egy pályázatnak köszönhetően most 3 darabot vehet majd a város. A célzata az, hogy ezt a beruházást valamilyen módon alátámasztjuk teszt céllal. Igen, jól tetszik gondolni, a Hunda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT egyik pályázatán a városunk is részt vesz, 3 darab csuklós busszal, tisztán elektromos kivitelben. Ezt a döntést megalapozandóan gondolkodtunk úgy, hogy egy valamilyen terméket, valamilyen márkájút ide csábítunk egy rövid néhány napos tesztjelleggel, és vizsgáljuk azt, hogy a jelen itteni Pécsvárosaiban megtalálható körülményeket, hogyan szolgálja egy ilyen kivitel. A Magyarországon Komáromban gyártott busz magas felszereltségű, az áráról egyelőre nem tudott mondani semmit az igazgató. Alacsony padozatú, nyilvánvalóan klímával rendelkezik, nagyon sok extrával fel van szerelve ez a busz, de nyilván nem azt jelenti, hogy ilyet kell venni, hanem olyat fogunk venni, ami a közösségnek leginkább megfelel. Arról nem tudok most jelenleg nyilatkozni sajnálattal, hogy egy ilyen busz mennyibe kerül, hiszen egy pályázat folyik, hiszen közbeszerzés folyik. Indikatív jellegű számokról meg nem szeretnék így. Szállnak fel az utasok a bemutató után a buszra. Péntek reggel 9:30-kor elindult a tesztüzem. Gyönyörű a busz. Már ott valahol hátul csodáltam és néztem. Piros buszunk van Pécsre, csodálatos, nagyon örülünk. Elektromos busz, csodálatos. Ha van klíma, még jobb. Mondta ez a nő a tesztjárműről. A csuklós busz 18 méter hosszú, 47 ülőhelyet alakítottak ki az utastérben. A hagyományos külső visszapillantó tükröket kamerák helyettesítik. A biztonságos közlekedést holtérfigyelő rendszer is segíti, amely szintén kamera alapú. Az ülések felett USB-töltők találhatók, a járművet még 9 napig próbálhatják ki a pécsiek. Utána Németországban mutatkozik be a csuklós e-busz.